A gyűjtemény alapítói tiszteletére állították ezt az emléktáblát a nyíregyházi Kállai ház falán. Ebben az épületben élt Kállai Miklós, Magyarország egykori miniszterelnöke. A helyszín mellett az avatás dátuma is lényeges. Fia Kristóf ugyanis 1916-ban ezen a napon született. Az egykori diplomata, vatikáni nagykövet, máltai lovag 1989-ben tért haza emigrációjából. Regénybe illő élete során összegyűjtött családi emlékeit és könyvtárát ekkor a városnak adományozta. A hatalmas hagyatékot dr. Lakatos Sarolta, a Kállai gyűjtemény első igazgatója, és Magyar Lászlóné Ildikó, a gyűjtemény első munkatársa rendszerezték. A tekintélyes tárgyi örökség 1993-tól a Nyírvízpalotában kapott helyet, igazi otthonát azonban csak 2020-ban foglalhatta el. Nagyon nehéz volt az a városi önkormányzatnak, hogy ezt az épületet megszerezze. Itt a különböző helyrajzi számokon és fenntartókon lévő dolgokat, azokat a tulajdonjogokat, azokat a városnak, városaírása és ugye a magyar kormány támogatásával, illetve 1 milliárd forintból sikerült felújítani ezt a két szárnyat és berendezni ide a Kállai gyűjteményt, amelyben már több mint 8000 műtárgy és egy 16000 kötetes könyvtár is van, ami a Kállai családnak, mint említettem, és a rokoncsaládoknak a hagyatéka. Ezzel lényegében a Kállai gyűjtemény az Magyarország egyik legjelentősebb polgári és nemesi gyűjteménye, amely magángyűjteményeken alapszik. Az emléktábla avatáson Kállai Kristóf fia Miklós is részt vett. Közel 6 éve él Budapesten, azóta gyakrabban látogat Nyíregyházára és környékére. Elmondása szerint sosem érkezik üres kézzel. A Horthy kormányzó úr meghívta a máltai követet 1938-ba, és van egy cédula, hogy lehet fényképezni, és egy beengedi a kocsival, szóval azt is ki lehet tenni majd a vitrínbe. A Kállai gyűjtemény állandó kiállítását 3 téma szerint rendszerezték. A rendjel gyűjtemény mellett a Kállai család történetét feldolgozó tárlat, valamint a Kállai Kristóf munkásságához kapcsolódó máltai terem is helyet kapott.